Szervusztok, kedves GameStar TV nézők! Ez itt a júniusi mélyvíz rovat, júniusi, az biztos. Hopp, a mikrofon kicsit, igen, most pont így a szemem közé lőne, ha fegyver lenne. Hát úgy alakult, hogy most csak egyedül vagyok itt, illetve hát Flatline per természetesen a kamera mögött, nem egy robot, vagy így ilyen szálak mozgatják a kamerát. Se Eszkin, sem pedig Zero Cool nem ért rá, oly hirtelen szerveztük meg ezt a felvételt. Kedves kollégám már jelezte, hogy talán egy picit túlzásba vittük ezt a mélyvizet olyan szempontból, hogy lényegében csak Asus termékek szerepelnek most itt, egy-két kivételtől eltekintve, de hát így alakult gyakorlatilag, a nagyobb gyártók valahogy így kiürítették tesztlaborunkat, visszakérték a cuccokat, illetve nem hoztak újakat, míg az Asus folyamatosan küldi nekünk a jobbnál jobb, újabbnál újabb termékeket. Szerintem kezdjük először ezzel a konfigurációs mindenessel. Sok mindenről lehetne beszélni ezzel kapcsolatban, szerintem akkor kezdjük először a kevésbé érdekesebb dolgokkal. Szerintem, ha tudsz, majd gyerek közelebb, mert most az alaplapról, oké. Tehát elsőként az alaplapról lenne szó, ami az új Crosshair 3 formula, tehát az Asusnak a legújabb csúcs alaplapja kizárólag AMD-s processzorokhoz. Természetesen, ha már AMD AM3, mert ugye ez DDR3-os alaplap, akkor egyértelmű, hogy a 790 FX plusz SB750-es lapakészlet található rajta, és hát ugye a dizájnból, illetve a különböző jegyekből látszik, hogy ez egy Republic of Gamers szériába tartozó termék, azaz játékosoknak és tuningosoknak készült alaplap. Jelen pillanatban egy AMD Phenom 2 X4955-ös csúcs Black Edition processzor dolgozik benne, ami ugye a legújabb, már DDR3-as memóriavezérővel felszerelt egyed, 3,2 GHz-es órajellel rendelkezik. Egyébként már azt hiszem írtam róla még hozzá 4770-es teszt kapcsán, mintha picit említettem volna, hogy azon készültek a tesztek. Na mindegy, most itt van önmaga teljes valójában. Ugye említettem, hogy az alaplap, illetve a, hát a processzor miatt lényegében ez már DDR3-as memóriákat kezel. Jelen állapotban ugye egy Kingston HyperX páros raktunk bele, ami egyébként egy három csatornás memóriacsomagból kiszedett két darab, tehát ugyanúgy működik az AMD processzorokhoz készített memória is, illetve az Intel Core i7 processzorokhoz készített memória is, semmi különbség nincs, ugyanolyan DDR3-as modulok. Természetesen Crossfire X technológiát támogat az alaplap, tehát az SLI-t azt ne is gondoljuk ebbe, ennek ellenére egy Asus GeForce GTX 275-öt raktunk bele, mert hogy ez is különlegesség, illetve újdonság tesztlaborunk számára, illetve számomra, valahogy egy picit így elkésett az Asus és a Gigabyte, illetve a Gameboard után harmadikként jelentek meg nálunk a GTX 275-ös kártyával, teljesen referencia darabról van szó, semmi extra nincs hozzácsapva, sem emelt órajelek. Ettől függetlenül azért elég jó vételnek számít, hiszen ha jól tudom, akkor olyan 65 és 68 ezer forint környékén ez a típus is megkapható, ami ugye a HD 4890 ellenében bizony már hát kicsi előnyt jelent, ha csak az árat nézzük. Tehát ez lenne az alaplap, és akkor térjünk át erre a kis dobozkára, ami így egy ilyen kis hát szövet, nem szövet, inkább műanyag hálóval bevont kábellel csatlakozik ez az alaplaphoz. Erről talán már esett szó, ha nem is az újságban, de az online-on szerintem mindenképpen. Ez az Asusnak az OC Station nevezetű, hát egy újabb Republic of Gamers kiegészítője, ami így első ránézésre nyilván számotokra is kiderült, hogy ez egy előlapi panel. Ez egy FM rádió. Az is lehetne egyébként. Vagy valami autóhifi, csak most így kiszereltük és rákötöttük az alaplapra, de nem, ez egy OC Station nevezetű előlapi panel, ami nem csak arra jó, hogy különböző információkat kijelez a gépünkről, tehát órajelek, hőmérséklet, ventilátor fordulatszám, hanem kőkeményen hardveresen lehet vele tuningolni, amit most nem fogunk kipróbálni, mert körülbelül 10 perccel ezelőtt érkezett meg ez a kis kütyű, és azért még egy kicsit így ki kell tapasztalni, hogy hogy is működik ez. Lefogadom, hogy elsőre valószínűleg ki fog akadni a rendszer tőle, de az már most látható, hogy ezzel a kis tekerővel, és figyel a kijelzőt, így lehet a menükben folyamatosan lépkedni, bocsánat, hogy így előre hajolok, és itt megnyomva ezt a gombot, akkor gyakorlatilag a BIOS-hoz hasonló kijelzést találunk, most éppen ugye a rendszer hőmérsékleteit
között lehet így váltogatni. Aztán visszalépve ugyanúgy, ha följebb megyünk, ugye ez a ventilátor sebesség, most ugye egy ventilátor van, csak az alaplapra kötve, természetesen a CPU hűtőjé, azt is kijelzi, de gyakorlatilag az összes alaplapon található csatira kötött légkavarónak a fordulatszámát tudja monitorozni, illetve hát ugye a frekvencia, üzemfrekvencia értékek monitorozása, és legfőképpen ugye ami érdekesség a tuningosok számára, a frekvencia mellett az ugye a feszültségeknek a nyomon követése. Ami a BIOS-ban megtalálható, így kijelzés szinten, az erre a panelre is átfut, tehát a bekapcsolás követően van egy kis inicializálás, és utána gyakorlatilag az összes adatot látszik ezen a panelen. Továbbá olyan hasznos dolgok állíthatók be általa, mint hogy bizonyos hőmérsékleti fokok felett riasztást ad, ugyanez feszültség esetén, illetve egyéb ilyen tuninggal kapcsolatos beállításokra is képes. Viszont a túlhajtáshoz feltétlenül kell némi szoftveres támogatás is. Hoppá, lecsúszott a kamera. Ami jelen esetben, ha jól tudom, az Asus megköveteli az EPOS X Engine szoftverét, illetve a Probe IT, valami ilyesmi tuning szoftvert, ami ugye Windows-os környezet alá telepítendő. Tehát ez mindenféleképpen kell, ez ki is írja egyébként a panel, hogy anélkül bizony ez nem nagyon fog menni. Tehát ez ilyen félig meddig hardveres és szoftveres megvalósítás. Hardveres azért, mert ugye gyakorlatilag egy külön panelen tudjuk nyomon követni ezeket az értékeket, amikről az előbb beszéltem. Szoftveres pedig azért, mert ugye hát azért mégis kell hozzá egy Windows sajnos a túlhajtáshoz. Más egyebet nem nagyon tud egyébként ez a kütyű. Na jó, annyit még tud, hogy 4 ventilátort közvetlenül is rá lehet kötni, és ezzel szabályozni azok fordulatszámát. De egyébként ez így kifújt, nagyon látványos, még azt is mondhatjuk rá, nagyon eredeti, pedig ugye hát ez nem egy új ötlet, más gyártók már régóta kijöttek ehhez hasonló panelekkel, igaz, azok nem kapcsolódtak így szervesen az alaplaphoz. Illetve hát legvégén azt tudjuk még megemlíteni, hogy tud egy ilyet, ami inkább autóhifikre ismét csak jellemző, hogyha ezt megnyomjuk, akkor egy ilyen, hát hogy is mondjam, azért hidraulikának ezt nem nevezném, de valami rugóféle cucc, ezt így kicsit így kidönti ezt a panelt, ami azért jó, mert ezt a számítógépházban beszereljük, és ugye az az asztal mellett valahol ott leledzik, akkor nem biztos, hogy a kijelző minden esetben leolvasható, viszont ezzel a kis nyomással megnyomjuk, és ez már talán egy olyan állapot, amikor tényleg csak lepillantunk, és akkor már bármilyen adatot láthatunk rajta, illetve hát ugye a kezelése is könnyebb, hiszen nem kell teljesen vakon, hát félig meddig vakon nyomkodni a gombokat rajta, visszanyomni pedig természetesen így lehet. Hát lehet, hogy ez egyeseknek nem fog tetszeni, de ezt így sikerült megoldani az Asus mérnökeinek. Legvégére az maradt, hogy mennyibe kerül, pontos árunk még nincs, de attól tartok, hogy ez baromi drága lesz. Már csak a méretéből is látszik, hogy itt azért nem vicceltek az Asusnál. Még a magyar képviselet sem mert árat mondani, de attól tartok, hogy hát mindenféleképpen 30 000 forint fölött lesz az ára. Ne adj Isten, egy komolyabb alaplap árával fog betekedni az árcédulán található összeg. Nem tudjuk, mennyi fog így fogyni belőle, de hát biztos lesz erre is kereslet. Egyedül az ilyen Republic of Gamers alaplapokhoz lehet hozzákötni, semmilyen más Asus alaplappal nem működik, mivel ugye egy speciális csatoló felület van magán a nyákon, de még az ROG alaplapokon, tehát a szérián belül is vannak kivételezett, tehát kiválasztott típusok, leginkább a legújabbak a használatos. Például azt hiszem a Maximus 2 formula, vagy a sima Maximus alaplapokkal ez így még nem nagyon működik együtt, de talán várható olyan BIOS, ami már megoldja ezt a támogatást. Hát ugye aztán, hogy mi lesz ebbe az OC Stationből, meglátjuk. Lehet, hogy lesz majd egy OC Station 2 vagy 3, esetleg kisebb méretben. Kiderül, egyelőre ugye ez lenne az Asus tuningos környezete. És akkor térjünk át ide erre a kis kicsit kellemesebb, nyugodtabb asztalterületre. Szintén Asus termékről van szó. Ám még mielőtt megismerkednénk ezzel a kis notebookkal, most gondolom flatline jól lekamerázza az új lenyomatokat a fedlap tetején. Azt még nem. Na majd mindegy, itt is lesz rá alkalom. Tehát még mielőtt megismerkednénk a részleteivel ennek a notebooknak, annyit előjáróban, hogy most egy új trend látszik kibontakozóban.
a noteszgépek piacán, méghozzá, hogy mindenki ilyen ultra vékony noteszgépet akar piacra dobni, ála MacBook Air. Toshiba meg röhög a port is. Így van, az R600-al, illetve a többivel, mindegy, ők megvannak a maguk kis piacán, viszont az Asus, az MSI és most már a Gigabyte is, illetve az Acer bemutatta, illetve hát már forgalmazza is az olyan notebookokat, amik extra vékony kivitelben jelennek meg. Általában kétféle vagy három, maximum háromféle kijelzővel, 13,3 colos, 14-es, illetve 15,6 colos képátmérővel. Gyakorlatilag pontosan most még nem tudjuk, hogy hova akarják belőni ezeket a noteszgépeket, de nem is biznisz, nem is az az átlagos felhasználás, inkább egy olyan lifestyle forma lehet ez. Tehát akinek tetszenek az ilyen vékony cuccok, könnyű hordoz, és fontos, hogy könnyű és hordozható legyen, illetve kiváltképp tetszenek az ilyen tükröződő, elegáns felületek, tehát nem azok a tipikus, olcsó noteszes műanyag anyagok, amik kopognak, mat, stb. Azok valószínűleg ilyenre vágynak már évek óta, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres ez a termékvonal. Szóval ugye a nagyobb gyártók már mind kijöttek ezekkel a noteszgépekkel, amire egyébként, tehát valószínűleg az az oka ennek, hogy az Intel is egy némi segítséget adott ehhez, méghozzá a legújabb Centrino 2-es technológia alá létrehoztak egy úgynevezett ultra alacsony feszültségű platformot, ezt nevezhetjük talán ilyen CULV, vagy CULV, igen, CULV platformnak, ami gyakorlatilag arról szól, hogy eddig ugye ezek az ultra alacsony feszültségi komponensek leginkább a sub notebookokban voltak elérhetők, baromi drágán, lásd, Toshiba Portage R600, és hát nem mindenki engedhette meg magának, elsősorban üzleti felhasználás volt, most viszont elérkezett ez az úgynevezett consumer kategória, tehát hogy a szélesebb vásárlói tömeg is megvásárolhatja ezeket a noteszgépeket, hála ennek az új platformnak, és hát a gyártók kaptak az alkalmon, és létrehozták például ezt az UX50-es típust, illetve az összes több ilyen U betűs vagy X, tehát X Slim, U betűs, egyéb ilyen megkülönböztető jelzéssel ellátott gépecskéket, amik meglepően jó áron jelentek meg a piacon, illetve jelennek majd meg. Például, bár ez az Asus gép pont nem erről szól, valószínűleg ez lesz a legdrágább elérhető noteszgép ebben a méretben, de viszont például az Acernek az új Timeline sorozata, ezt most mondta az egyik kollégám, 180 ezer forintért bruttó végfelhasználói áron fog megjelenni, és gyakorlatilag, ha jól tudom, egy 16-os kijelző van benne, hasonlóan vékony kivitellel, igaz egy-egy magos processzorral, de gyakorlatilag a tudása és az ereje mindenre elég, ami egy átlagos felhasználónak kellhet. Ennél az Asus notebooknál is, sőt ez már talán egy kicsit sok is, hiszen az egymagos processzor mellé, igen, kicsit elment a kép, 4 GB memóriát raktak, ami valljuk be, hát jó, tudjuk, ez ma már standardnek számít asztalgépek esetén is, de talán egy ilyen slim notebookban egy picit még sok, főleg, hogy egymagos ugye a processzor, illetve az alaplapi Intel grafika nagyobb terhelés esetén egy Nvidia GeForce kártya segítségére is számíthat, mégpedig ezt úgy oldották meg, hogy aksis üzemmódban, illetve 2D-s terhelésnél, tehát amikor csak böngészünk, szövegszerkesztőt használunk, stb., akkor ugye az Intel integrált grafikus lapkája dolgozik, az adja a képet. Ha viszont netán elkezdünk játszani, illetve lefogadom, hogy esetleg nagy felbontású videók lejátszása esetén is, rögtön kijelzi a kis tálcaikon, hogy ő bizony bekapcsolja az Nvidia grafikus kártyát, ez az úgynevezett hybrid power technológia tudatában teszi. Ezzel is úgymond a teljesítményt is megadva azokhoz a felhasználói szokásokhoz, illetve módozatokhoz, amikről ugye, amikhez kevés lenne már az Intelnek a grafikus kártyája. Így tehát úgymond a fogyasztás sem növekszik meg annyira, hiszen nem egy GTX-es egység van benne, ellenben a teljesítmény jóval több lesz, mint az IGP, az Intel IGP-jé. Annyit viszont tudni kell el, hogy nem ez lesz az általános,
ebből is látszik, hogy az Asus gép jóval drágább lesz, mint a többiek. Az átlagos tehát ilyen felszereltségű vékony notebookok kizárólag az Intel platformot fogják kapni, tehát az Intel grafikus egység mellett nem lesz semmi más, ami segíteni a 3D-s felhasználást. Ez a notebook egyébként, tehát az már látható, hogy nagyon vékony, gyakorlatilag a felületének a 70%-a, nem számítva az alját, tükröződik. A képernyő az jobban tükröződik, mint amúgy általában megszokhattuk például az otthoni asztali monitoroknál, LCD képernyőknél. Az egész touchpad, illetve csukló támasz is egy jó nagy tükör. Gyakorlatilag nem tudom, hogy látszik-e, de például a touchpad 5 perces használat után tiszta új lenyomat. A hátlap szintén tükröződik, ellenben nagyon elegáns hatást kelt. Ami viszont nagyon tetszik ezzel a géppel, ennél a gépnél, hogy a billentyűzete is utánozza a MacBook Air, illetve a Sony Vaio gépeken található klaviatúrát, tehát különálló gombok vannak, nem az az egybe hullámzó, recsegő, ropogó billentyűzet, mint bizonyos márkáknál. Egyrészt halkabb is, bár ez talán szubjektív, illetve jóval kényelmesebb és kellemesebb gépelni rajta. Annyi hátránya van mondjuk pont ennek a gépnek, hogy ugye ez nem magyar kiosztás, de az Asus amúgy a végfelhasználóknak szánt gépeken teljesen lokalizált billentyűzetet használ. Hát mit lehet még tudni róla gyakorlatilag? Az árat úgy még pontosan nem tudjuk, drága lesz, az biztos. Ja igen, fontos, hogy HDMI kimenet van rajta, ami elég érdekes, de hát az Nvidia GeForce lapka az elég erőt fog nyújtani ahhoz, hogy nagy felbontású kijelzőre kikötve akár 720p vagy 1080p-s videókat is lehessen mindenféle gond nélkül lejátszani. Hát más nagyon nem lehet tudni róla. Extra kiegészítőket nem nagyon kapunk hozzá. Azt hiszem a dobozban viszont volt egy törlőkendő, ami bizony nagyon is árt, hiszen az első felhasználó jó óra után gyakorlatilag végig törölhetjük az egész gépet. De hát ez ma a divat, ezt kell szeretni. Szerintem akkor itt vége is lenne ennek a történetnek. Ja igen, még beharangozhatom, vagy ez hogy lesz? Igen. Jó van. Voltunk egy nagy, magyar nagykereskedés, úgymond 10 éves ünnepélyén, ha lehet ezt így nevezni. Lényeg a lényeg, ez egy dealer nap volt, ahol sikerült elkapnunk az AMD képviseletében megjelent kollégát, illetve az FIM munkatársával is interjút készítettünk. Nem kell nagyon hosszú interjúra számítani, nagyon röviden elmagyarázták, hogy mik a jelenlegi fejlesztéseik, újításaik. Például az FIM-nek az embere nagyon meglepő módon igen, sok mindent elárult a jövőre nézve is, úgyhogy majd figyeljetek, mert az interjú végén bizony elárul egy-két dolgot például a Computex-el kapcsolatban, vagy az ATI következő generációs kártyáival kapcsolatban is. Úgyhogy ezt szintén láthatjátok, ezek szerint a mély víz, mostani mély víz után. Aztán ennyi, következő hónapban is jövünk, akkor remélhetőleg egy picit érdekesebb termékekkel, bár azért most nyáron egy csöppet uborka szezon van. Computex-et természetesen figyelemmel kísérjük, mi is, aztán, hogy ott mit mutatnak be, illetve mi jut el hozzánk, az majd a következő hónapban, júliusban kiderül.